Na szevasztok gyerekek, üdv a csatornán, képpör jelentkezik egy ilyen roomtour videóval, micsoda kifejezés, hát az egy ilyen szobatúrral, mivel mindig kérdezitek live-ok alatt, hogy hát képpör, hát honnan live-olsz, hát nincs meg a felirat mögötted, úgy gondoltam, hogy akkor megmutatnám azt a kicsi szobát, ahonnan live-olok egyébként. Ez csak most egyelőre ennek van berendezve, kizárólag itt folynak az ilyen számítógépes munkálatok, van egy ilyen dolgozó szobám, tök fasza szerintem. Na, ugye elég kicsi, én nem mutatom, sajnos ezt jobban nem lehet kinyitani. Itt történnek az események, igazából én ezt látom, amikor live-olok. Ugye, mit látok itt a dolgon, ugye kettő monitorban, ezen nézem mindig ugye, hogy nem a live-ot nézem én, hanem az OBS-t, hogy az ugye hogy működik. Ezen folyik éppen a gameplay, itt szokott lenni a telefon velem, ezt a fejhallgatót, ezt már akartam már nagyon sokszor mondani, ezt Banános Joe-tól kaptam, múltkor itt volt, meglátogatott, és ő hozta nekem, nagyon szépen köszönöm, mert előtte egy ilyen fehér szarom volt, tudod, ez a fülbedugós cucc, aztán az nagyon rossz volt. Nézzétek már, matricák, ja, itt van egy kártyaolvasó, itt a kamera, abba ugye, alap, hogy akkor azt a fehér falat szoktátok látni, meg az én hülye fejemet. Ott van egy kép a falon, egyébként ide múltkor néztem egy olyat, hát le kéne szednem, bár ez illegál. Amikor megyek Zalafele, van itt jobb oldalon, nem tudom melyik faluban, egy olyan tábla kin, hogy tudod, van az a szarvas, hogy átmegy az úton. Na ez nem olyan, hanem ez tehénnel, szarvasmarha, ugye, hogy veszély, szarvasmarha veszély, aztán, ja, gondoltam, az tök jó lenne itt mögöttem, meg egy ilyen traktor behajtani tilos, meg lovaskocsi behajtani tilos. Egyébként a szoba másik fele az. Ott van egy ilyen polc, ott egy router egyébként, ami nem használva van, tele van lomokkal nekem. Ott egy szék. Meg ezen az oldalon itt van egy szekrény. Igazából ennyi az egész helyiség. Hát ez egy ilyen tipik, nem tudom, egy ágy, meg egy ilyen számítógép, egy ilyen kis gyerekszoba szerű akar lenni, de ez most nem az lett. Ja, itt szoktam live-olni, úgyhogy azért nem látjátok gyakorlatilag. Még akadt ez a mi az a... Ja, azért nem látjátok ugye a gívből feliratot. Majd valami hátteret kitalálok. Hát igazából lehetne zöld háttér is ugye, de majd valami lesz. Ezt a szőnyeget ezt ma hoztam, mert nem akarom szétcsöszni a szalagparkettát, ahogy gurulok a székkel, aztán azért... Meg egy jobb szék is kell, egyébként otthon van egy nagy székem, csak nem akarok mindent otthon, ugye nem akartam otthonra, gyakorlatilag otthonra nincs elhozva semmi, csak a számítógép ebben a lakásban. És tényleg ott otthon az úgy van, hogy lakhatóra megyek, és akkor gyakorlatilag minden ott van. Tévét ott hagytam, mindent. Ide is új tévét vettem. Na, jó van gyerekek, akkor köszönöm szépen a figyelmet, igazából ennyi lett volna. Hát ez a hatalmas room tour, ha akarjátok a lakás többi részét is meg fogom mutatni nektek, ha van kedvetek, akkor nyugodtan kérjétek. Az aláda az azért volt, hogy abban cipekedtem ma. Na, köszönöm a figyelmet, csácsumi!